Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Mintegy 60-70 milliárd forint Európai Uniós bírság fenyegeti hazánkat a 4-es metró körüli korrupciós botrány miatt. A 4-es metró beruházás 452 milliárd forintban került, ebből az Európai Bizottság szerint 272 milliárd forint esetében lehet szó a szocialista szabaddemokrata kormányok korrupciós ügyéről. A 272 milliárd forintból 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. Ebből a pénzből 76 milliárd forint az Európai Unióból érkezett, a többit pedig a magyar adófizető polgárok állták. Az Európai Csalás Elleni Hivatal 2016-ban egy 4 évig tartó vizsgálatot zárt le, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a 4-es metró beruházásával kapcsolatos szerződések, amelyek szabálytalanságot és hibákat tártak föl, 2002 és 2010 között születtek. De nem csak az OLAF vizsgálta a 4-es metró beruházását, az Egyesült Királyság jelentős csalások elleni hivatala szerint az Alstom vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt biztosítottak a metróberuházás kapcsán magyar baloldali politikusoknak, és mint tudjuk, ebből Megyesi Péter feleségének a cége 600 ezer eurót, azaz 180 millió forintot kapott, a többi pénz sorsa pedig kérdéses. Mint tudjuk, a 4-es metró beruházását az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága is vizsgálta, ugyanakkor a bizottság által meghívott személyek, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Megyesi Péter, volt miniszterelnökök, Demszki Gábor volt főpolgármester, Hagyó Miklós, Horváth Csaba, illetőleg G. Német Erzsébet, a fővárosi közgyűlés akkori MSZP-s frakciónak vezetője, jelenleg DK-s politikus, nem jelentek meg a bizottság meghallgatásán. Egyedül Megyesi Péter volt hajlandó eljönni, de hát ő nem is tudott mit tenni, mert jelentős korrupciós pénz áramlott a felesége cégéhez. Szintén a fővárosi közgyűlés metrokorrupciós vizsgáló bizottsága vizsgálta a beruházást, amelynek alapján ő is idézte ezeket a baloldali politikusokat, de egy sem jelent meg a bizottság előtt. A munkacsoport a jelentését elkészítette, a fővárosi közgyűlés ezt elfogadta, majd ezt követően a múlt héten megküldték az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának. Az ügyben büntetőeljárás is folyik, két szálon, egyrészt a miniszterelnökség tett feljelentést az OLAF jelentés alapján, illetőleg 2011 óta nemzetközi megkeresés alapján folyik büntetőeljárás. Ezen kívül egyébként Franciaországban, Nagy-Britániában és más uniós országokban is nyomozást rendeltek el az Alstom korrupciós ügyei miatt. Ez mind azt bizonyítja, tisztelt államtitkár úr, hogy az Alstom ügy minden idők legnagyobb korrupciós ügye. A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Megyesi, Gyurcsány, Bajnai kormányokat, illetőleg a Demszki Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es városvezetés terheli. Az, hogy a volt szocialista kormányfők, valamint a főváros bukott polgármestere Demszki Gábor is érintett az ügyben, jelzi, hogy ez az ügy, a 4-es metró beruházás milyen mélyen szövi át a baloldalt. A legfontosabb a metróberuházások kapcsán, hogy hová tűnt el a pénz. Melyik baloldali párt vagy pártok kasszájában landolt. Mit tudnak a korábbi MSZP-s, DK-s, SZDSZ-es politikusok ennek a pénznek a sorsáról? Hajlandóak annak beszélni, annak az érdekében, hogy az ellopott 166 milliárd forinton túl legalább a bírságot meg lehessen spórolni a magyar adófizetőknek. Egyébként nem véletlenül mondta korábban Gyurcsány Ferenc, jobb, ha nem beszél arról, hogy honnan érkezett pénz az MSZP-ben. Ha nincs félnivalójuk a baloldali politikusoknak, akkor tisztázzák magukat, tisztázzák a magyar közvélemény felé, biztosítsák azokat az információkat, amelyek alapján fel lehet tárni, hogy mi állt a 4-es metró beruházás mögött. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Joggal várják el a magyar állampolgárok, hogy ténylegesen azoknak kell megfizetni a baloldal legnagyobb korrupciós botránya miatt a büntetést, akik a bűnöket ekkor elkövették. Ezért nem értem Szakács képviselő társamat, hogy milyen korrupciós ügyekről beszél, amikor az MSZP és a baloldal teliben korrupciós ügyekkel. Köszönöm szépen!